Óbecsén itt az ismeretlen Hős utca 13-as szám alatti családi házban történt a tragédia. A rendőrség körülkerítette a kapu bejáratát, illetve a kapu előtt még jól láthatók a helyszínen is, és az orvosi elsősegélynyújtás nyomai, eldobott gumikesztyű, illetve véres géz. Az óbecseiek nem emlékeznek hasonló esetre a városkában. Vasárnap késő délután Klára és János állítólag összevesztek. A szomszédok szerint Klára egy ideig külföldön dolgozott betegápolóként, János pedig állításuk szerint féltékeny volt és gyakran a pohár után nyúlt. Nem hivatalos információk alapján úgy tudjuk, a férfi az éles bozótvágókéssel rátámadt élettársára, levágta annak négy ujját, több súlyos sebet ejtett a testén és a fején, majd miután azt hitte meg, halt, a fészerbe ment. Ezt a szomszédok mesélték, akik nem vállalták arcukat. A Klárit azt megszúrták, ugye? Megszúrta a férje. Előbb, ugye? És aztán a kezét is megszúrta, oké, elvagdosta. Valami nagy, nem tudom, milyennel. Aztán mióta megtörtént, akkor elakasztotta magát a férj. A szomszédok szerint semmi sem utalt arra, hogy tragédia történhet. Vérben fekvő édesanyjára állítólag a fia talált rá, ő értesítette a mentőt és a rendőrséget. El János holttestét egyes hírek szerint boncolásra küldték, hogy megállapítsák halálának pontos okát. Állítólag Klára és János korábban szakítottak, de miután az asszony hazatért külföldről, újból kibékültek. Szilágyi Jolán is ugyanebben az utcában lakik, állítása szerint 42 éve ismerte a súlyosan megsebesített asszonyt. Azt tudom, hogy ez nem az esküdt férje volt. Élt ebben az emberre, de jó hosszú éveket. Azt sem tudom, hogy mennyit. Ő még németbe dolgozott így, mint ápoló. Mivel vasárnap este kijárási tilalom volt, a legközelebbi szomszédok is arra lettek figyelmesek, amikor kivonult a mentő és a rendőrség. Akkor tudták meg ők is, mi történt. Állítólag a asszonyt macsétával megvagdost az ember, és akkor utána ő meg felakasztotta magát. Úgyhogy én ennyit hallottam, elég sokáig helyszínelték a rendőrök, az asszonyt elvitték, állítólag újra kellett éleszteni, sok vért veszített, és akkor a rendőrök sokáig helyszínelték. Hát még ilyen 11 óra után is itt voltak. Stábunk megkeresésére az óbecsei rendőrkapitányságon csak annyit mondtak, hogy a nyomozás lezárásáig nem nyilatkozhatnak semmit az esettel kapcsolatban. Kerestük az óbecsei alapfokú ügyészséget is, ott azt mondták, hogy mivel halálos kimenetelő eset történt, a területileg illetékes nagybecskereki ügyészség folytatja le az eljárást, illetve a nyomozást.